Közel 10 éve rendezik meg rendszeresen Naszájon a Free Református elnevezésű hittantábort a helyi református gyülekezet tagjai. Az egyhetes tábor alkalmával a gyerekek elsajátíthatják a mindennapi hitélet alapjait, de ezek mellett színes kézműves és sportprogramok is várják a résztvevőket. Hittantáborok mindig is voltak, évtizedes hagyományai vannak a hittantáboroknak. Ezt a típusú tábort, aminek az a neve, hogy Free Református, 2013 óta tartjuk. Jellemzően kézműves és hittanos és kézműves foglalkozások vannak a táborban. És mint a név maga is utal rá, hogy Free Református, hogy nem elvárás az, hogy a gyerekek meg legyenek keresztelve, illetve bármely más keresztény felekezettől is szívesen fogadunk gyermekeket. Ez az első olyan évünk egyébként, amikor célzottan csak a legkisebb korosztályt hívtuk a táborba. A nagyobbakkal ott alvós táborba mentünk, a Balatonra, az egyházkerületi táborba, és most 31 néhány óvodás és alsós iskoláskorú kis gyermek van itt együtt. Itt most mászófal és rekeszépítő van a háttérben, de mindenféle fajta kézműves foglalkozások vannak, gyöngyfűzés, bőrözés, van agyagozás, a mai napon délután lesz agyagozás, folyamatosan van végig a tábor alatt minden nap arcfestés is. Épp ezekben a percekben várjuk a Nemzeti Parknak a munkatársát, aki egy előadással készül a gyerekek számára, úgyhogy elég sok mindenben részt vehetnek. A helyi önkormányzat is minden alkalommal támogatja a tábor működését, de ezek mellett sok részvevő gyermek édesanyja segít a programok, illetve a mindennapi teendők ellátásában. 3-4 éve, és hát ugye reggel istentisztelet van, utána 10 óra ízunk egyet, utána van szabad foglalkozás, ugye kézműves foglalkozás, lehet falat mászni is, és utána jön egy uzsonna, és mehetünk haza. Vannak barátok, jó a közösség, nyilván Istenről tulajdonságokat, hát szeretetet, aztán ugye kézműves dolgokat, ilyesmi.